Ez a Kanizsa TV szombati híradója. Köszöntöm Önöket. Nézzük a legfontosabbakat, először csak egy-egy mondatban. Akkor is 56. Guinness koncerttel zárult a 6 évtizeddel ezelőtt történtekre emlékező nagykanizsai programsorozat. Abigail. A Vörös Kereszt legújabb programja a bántalmazott nők lelki felépülését támogatja. Dalos ünnep. 10 éves a kiskanizsai árvácska dalkör. Az 1956-os ünnepi programsorozatot a Gimes Akkor is 56 című műsorra zárta a Nemzeti Gyásznapon Nagykanizsán. A repertoárban elsősorban olyan dalok szerepeltek, amelyeket a Szarka testvérek számára legfontosabb érték a szabadság ihletett. Sokan kíváncsiak voltak a felvidéki együttes előadására, a HSMK színháztermek meg pillanatok alatt megtelt. A Gimes az 1956-os forradalomról is énekelt az ünnepi koncerten. A műsor címadó dala a 6 évtizeddel ezelőtti hősöknek állít emléket. Nyilvánvalóan forrt a levegő nálunk is. Egész Kárpát-medence érezte ezt. Ennek a következménye volt a 68 is, aztán egyébként nálunk. És nyilvánvalóan, hogy ennyire, hogy valamennyire ennek is a következménye volt a 89. És annak a következménye is volt az, hogy most már mi tulajdonképpen egyre inkább szabadok vagyunk, és most már tehetünk azt, amit akarunk, mondhatunk azt, amit akarunk, és mehetünk oda, ahova akarunk, nem bezárva. A budapesti események vidéken és a határon túl is szikrát vetettek. Ennek emlékét több családi történet is megőrizte. A Szarka testvérek az Akkor is 56 című dalhoz egyebek mellett ezekből merítettek ihletet. Mert hogy most van a Nemzeti Gyásznap, ugye azért ezt mindenképpen figyelembe veszük, és hát tulajdonképpen olyan dalokat válogattunk. Nagy részt, hogy azért tükrözze ezt a megemlékezés napját, és szerencsére a repertoárunkban vannak olyan dalok, ami erről szól. Hát a szabadságról nyilván, és hát ez a legfontosabb. Ahogy 2016 egésze, úgy az év hátra levő része is mozgalmas lesz a Gimes számára. Az együttesre még 12 koncert vár, advent első hétvégéjétől új karácsonyi lemezüket mutatják be országszerte. A bántalmazott nők lelki felépülését támogató programot indított a Magyar Vörös Kereszt. Az Abigail programban személyes mentorok segítik az utógondozást. Hazánkban minden ötödik nő családon belüli erőszak áldozata. A Magyar Vörös Kereszt mindig nagy hangsúlyt fordított a bántalmazott nők segítésére. Az elmúlt 2 évben Nagykanizsán futott a Vesta program, jelenleg pedig fővárosi központtal indult az Abigail. A dán, a román, a bolgár és a Magyar Vörös Kereszt partnerségében megvalósuló programhoz 20-an csatlakozhatnak. Ez egy kicsit más, mint a mi Vesta programunk volt. Ez nem elsősorban a krízis helyzeteknek a kezelésére irányul, hanem az azt követő helyzetre, az úgynevezett utógondozásra, vagy a felépülés támogatására, és ezért ennek az Abigail programnak egy központi eleme, egy személyes mentori hálózat működtetése. A programban résztvevő bántalmazott nők kapnak egy-egy önkéntes támogatót, akik segítik, és akár 2 évig is nyomon követik az életét. A rendőrség egyébként 2003 óta figyel kiemelten a családon belüli erőszakra. Azóta megjelent a távoltartás intézménye, azonban a bírósági határozatokkal is csak ideiglenes a probléma megoldása. A legfontosabbnak azt tartanám, hogy azt tudják az emberek, hogy nincsenek egyedül. A család sincs egyedül a társadalomban, hiszen a családsegítőhöz is lehet fordulni, lehet fordulni gyámhivatalhoz, lehet fordulni hozzánk a rendőrséghez is, még mielőtt valami nagyon nagy baj történik. A nők a segítségkérés előtt átlag 35 verést szenvednek el. Sokan a félelem és a szégyen miatt nem szólnak senkinek, pedig az első lépést mindig meg kell tenni.
1 millió aláírással akarja elérni egy nemzetközi bizottság, hogy az Európai Unióban egységes jogszabály határozza meg a házasság intézményét. A felhíváshoz több nagykanizsai templom is csatlakozott. A Jézus szíve plébánia Deák téri irodájában nyitvatartási időben, szentmisék előtt és után pedig a sekrestjében gyűjtik az aláírásokat. Az anya-apa gyerekek polgári kezdeményezés célja, hogy a házasságot kizárólag egy nő és egy férfi életközösségeként, a családot pedig házasság, illetve szülő-gyermek kapcsolatként definiálják a tagállamok, elkerülve ezzel az egyéni értelmezéseket és az azokból fakadó jogi útvesztőket. Szűcs Imre atya szerint az anya-apa gyerekek mozgalom annak a jele, hogy Európa kezd felébredni és kiállni a hagyományos értékek mellett, amire azért is van nagy szükség, mert a házasság intézménye válságban van. Régen azt hiszem, az emberek jobban mertek bízni az Úristenbe, mert idősebbektől nem egyszer hallom, hogy atya, amikor mi összekerültünk, nem volt semmink. És tessék megnézni, hogy mit hoztunk ki Isten segítségével a házasságunk folyamán, és a gyerekeket is fölneveltük, a gyerekeket is tanítottuk, stb. Most én úgy érzem, hogy az emberek a saját erejükre próbálnak hagyatkozni, és először is az anyagi javakat próbálják megteremteni, és ezt az anyagi javakat próbálják a másiknak, mint egy vonzerőként felajánlani, hogy lám, én ezt elértem. 10 éves a kiskanizsai Árvácska dalkör. A kerek születésnapot nóta kedvelő barátaikkal, köztük a szlovéniai Gyert János népdalkörével együtt ünnepelték. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A dalkör 10 évvel ezelőtt a kiskanizsai polgári olvasókör részeként alakult a sáska hagyományok felélesztésére. Az elmúlt évtized alatt több kar nagy váltotta egymást, de az asszonyok lelkesedése és a célkitűzés nem változott. Kiskanizsán nagyon sok helyen foglalkoznak virágkertészettel, egyik fő növény, virág az árvácska, és úgy gondolom, talán a legnagyobb területen kertek be itt van a környékbeli városok, falvakból indulva ki. Nagyon sokan hordják Szombathelytől Pécsig ezeket a virágokat, és akkor ez olyan logikusnak tűnt, hogy ha már az árvácska hírneves, úgymond, akkor hát ha mi is hírnevesek leszünk a névválasztás alapján is. A dalkörnek több elkötelezett tagja van. Baj Györgyné híradónknak elmondta, miért jó a dalosajkú kiskanizsai csapathoz tartozni. Együtt lenni, hát kicsit beszélgetni is, hát egy kis parti van, agapé közben, utána. Úgyhogy jól érezzük magunkat. Jól érezzük magunkat. Én részemről szívesen jövök. Az árvácskákra a városvezetés is büszke. Elsőként köszönetet szeretnék mondani az Árvácska dalkör minden egyes tagjának, lelkes támogatójának és mindenkinek, aki az elmúlt 10 évben segítette a hagyományunk megőrzésének nagyszerű módját. A kerek évfordulón újudvari, liszói, fityeházi, gyertyánosi és kanizsai népdalosok ünnepeltek együtt a 10 éves árvácskákkal. 371 000 madarat gyűrűztek meg eddig a fenékpusztai madárgyűrűző és repatriáló állomáson. Ehhez 30 év munkája kellett. De nem csak gyűrűzéssel foglalkoznak, hanem például szárnyasokat mentenek, bemutatókat tartanak, táborokat szerveznek. Évente 8-9 000 ember fordul meg az eldugott helyen levő telepen. Ezek a korabeli fotók is bizonyítják, már régebben is komoly munka folyt fenékpusztán. Több képen is feltűnik Palkó Sándor, aki 30 évvel ezelőtt találta meg ezt a területet, és 2002-ben bekövetkezett haláláig tevékenykedett itt. Nagyon sok gyerek látogatott el már akkor is a napjainkban madárgyűrűző és repatriáló állomás néven ismert telepre. Kezdetben még csak egy lakókocsi volt a bázisa a munkának, később több lépésben fejlődtek a mai szintre. Tudtuk meg Benke Szabolcstól, a Magyar Madártani Egyesület zalai helyi csoportjának elnökétől. 2000-es évek közepén elkerült a lakókocsi, maradt egy konyhasátor, illetve egy ilyen gyűrűzőhelyet építettünk néhány éve. Aztán egy növényvédős cég jóvoltából egy madárkunyhót sikerült építeni, akkor egy távközlési cég jóvoltából egy kilátó épült, valamint a Nemzeti Park, illetve például a Kesztei polgármester úr, illetve a Zala megyei közgyűlés jóvoltából röbdéket sikerült fejleszteni. Az elmúlt években televíziónk is többször bemutatta, milyen munka zajlik fenékpusztán. Kameránk előtt végeztek például befogást és gyűrűzést.
Madarakat is mentenek, ez napjainkra a 2002-től épülő röpdéknek köszönhetően vált rendszeressé. Éves szinten 350-450 szárnyas életét mentik meg, ezek felét el is tudják engedni. Az állomásra több ezren is ellátogatnak évente, főleg gyermekcsoportok ismerkednek itt a természettel. Korábbi években, tehát a 80-as, 90-es években könnyebb volt megnyerni a gyerekeket, mint most. Most ugye a számítógép internet korszakában elég nehéz leültetni őket madárgyűrűzésre, de szerintem azért nincs minden veszve. A idei évben is volt nyári táborunk, korábbi években is, most szervezett formában volt táborunk, úgyhogy szerintem azért minden, reméljük, még egy 30 évig menni fog tovább. Nemrégiben sikerült felépíteni ezt a két faházat is. Egyikben egy jól felszerelt konyhát alakítottak ki, felette szállás lehetőséggel. A másikban 20-25 főt tudnak leültetni oktatási céllal. A csendes balatonparti kis területre nem csak csoportok, hanem olykor magánszemélyek is ellátogatnak. Mindenkit szívesen fogadnak, akik érdeklődnek a természet iránt. Különlegességek, melyek mellett minden nap elsétálunk. Épített és természetes környezetünkben is van ilyen a városban is környékén. Az 56-os emlékkertben például két különleges fa, két japán vagy más néven vörös juhar áll egymás mellett. Mindenképpen érdemes odafigyelni hazánkban is ezekre a fákra, amelyek elegyes faként fordulnak elő leginkább a tölgyesekbe, és nagyon szép formájuk van, viszonylag lassan növő fákról van szó, ami azt jelenti, hogy ez a mögöttünk lévő példány nem nagyon látszik a törzsén, de ez több mint 50 éves. Tehát azért ez azt jelenti, hogy nem most ültették, különösen a gyökerénél lehet látni, hogy nem mai példány, tehát nem növnek gyorsan. Ennek következtében a fájuk nagyon szép, az asztalosok, a műbútor asztalosok nagyon szeretik, mert nagyon szép a rajzolata. Magyaros és népi motívumok. Idén ez lesz a tematikája a november végi tortafesztiválnak. A versenyre már lehet jelentkezni. A 6. Kanizsa Centrum tortafesztiválon is külön kategóriában indulnak majd az amatőrök és a profik. Mindenféle csodát láttam, olyan szép sütiket és olyan tortákat, hogy azt mondtam, hogy hát az emberi képzeletnek, a leleményességnek nincsen határa. Így fogalmazott tavaly Dénes Sándor polgármester. Az akkori rendezvény a mesékvilágába repítette az érdeklődőket és a cukrászokat is. Az egyik legnagyobb látványosság volt Jakab Dávid alkotása, a csaknem 2,5 méteres krokodil torta, melyel a második helyezést érte el. Én úgy érzem, hogy meghökkenteni az embereket általában méretekkel lehet, amire tényleg sokan felfigyelnek, ezért választottam egy olyan állatot, ami eleven nagy, de kivitelezhető. Idén azonban a magyaros és népi motívumok lesznek a középpontban. Profi cukrászok, háziasszonyok és az édességek elkészítéséhez kedvet érző férfiak jelentkezését egyaránt várják. Sokan szokták kérdezni tőlem a jelentkezéskor, hogy hogyan dől el, hogy valaki amatőr vagy profi. Profi kategóriába azoknak a jelentkezését várjuk, akik működő, üzemelő cukrászdaként vagy cukrászatként, cukrászüzemként működnek és alkotnak, illetve hogyha valakinek van cukrász szakvizsgája. A november 26-ai tortafesztiválra házi készítésű süteményekkel, tortákkal, burkolt tortákkal, grillázzal, kézműves csokoládékkal és bombonokkal lehet nevezni. A jelentkezéseket november 16-áig várják a tortafesztivál.nagykanizsa@gmail.com e-mail címen. Fontosabb híreink most ismét röviden. Akkor is 56. Guinness koncerttel zárult a 6 évtizeddel ezelőtt történtekre emlékező nagykanizsai programsorozat. Abigail. A Vörös Kereszt legújabb programja a bántalmazott nők lelki felépülését támogatja. Dalos ünnep. 10 éves a kiskanizsai árvácska dalkör. A Kanizsa TV szombati híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és az ő nevükben is szép hétvégét kívánok önöknek. Viszontlátásra!